Jó estét kívánok! Önök a Szeged Televízió vélemény műsorát látják két nappal a választások előtt. Mai témánk mi is lehetne más, mint április 8-a, vagyis az, ami előtte történt, és ami utána következhet. Ma is három témáról, 30 percben lehet, hogy háromféleképpen. Vendégeink a stúdióban, ketten már otthonosak, Molnár Róbert Kübekház a polgármestere. Az új fiú az Németh György, fotoriporter, karikaturista, és Olá János közgazdász, a Fidesz volt frakcióvezetője, ő is volt már nálunk. Köszöntelek benneteket. Műsorunkat felvételről láthatják, és akkor most nézzük első mai témánkat. Van ugye a narancs, de van aztán a piros, a kék, szaknyelven a vörös és a cián, mindenki ezekkel gazdálkodik. Egyéni szín szimbolikát felfedezni nehéz. Persze van zöld párt, és van egy másik, amelyik lilában tündököl. És persze sokan próbálják sugallni a nemzeti trikolort. A legtöbb plakátról tekintélyes urak, ritkábban hölgyek mosolyognak ránk. Az egyhangúságba csak a két farkú kutya csahol bele némi változatosságot. Sokak szerint a plakát, különösen az óriás plakát jobb, mint az újsághirdetés vagy a tévés reklám. A lapot félre lehet lökni, a tévét elkapcsolni, a nagy poszterre viszont minden nap rápillantunk, amikor munkába igyekszünk. Persze, talán túlértékeljük a dolgot. A férfiak sokkal kevésbé érzékenyek a színekre, mint a nők, ráadásul 8%-uk színtévesztő. Simán bejutnának a parlamentbe. Én is színtévesztő vagyok. Németh György a szakértője egyfelől ennek a kérdésnek. Milyen ez a kampány vizuálisan? Számomra elég rettenetes. Azért szörnyűnek tűnik nekem, mert ugye az ember, hogyha megszületik élete végéig, a létező összes információjának 75%-át durván vizuális alapon szerzi be. Márpedig ez egy rettenetes jó kis furmányos dolog a plakát, ahogy mondta is a felvezetőben, hogy nem föltétlen tudatosan nézzük, sőt, szinte biztosan nem tudatosan nézzük ezt, hanem így folyik a fejünkbe bele. Hogyha ilyen reklámújságban van, az ember magát a reklámújságot is könnyen hajítja tovább. A internet meg a televízió az már elég fura ügy, mert az internetet azt alakítja az ember saját maga, hogy mire kattint rá, azt egyszer csak azt vesz észre, hogy minden csupa zöld vagy minden csupa vörös, és megnézem a másik embernek az internet oldalát, az mind zöld, pont az ellenkező szín. Tehát ezt mi alakítjuk ki magunkat. Az ám, de mikor megyünk átlagosan egy plakát, az egy olyan 3-4 másodperc alatt kell, hogy hasson. Így tehát igazán nem lehet feltenni komoly gondolatokat, komoly információkat. Lehet avval szórakozni, hogy rettentő sokszor mondok valamit. Ha nagyon sokszor mondok valamit, akkor megmarad az emberbe. A másik az, hogy azért elég van mai színültig a szokásokkal, rossz szokásokkal ez a plakát, mert ugye a legfontosabb információ egy emberről az arca. Na de hát mi most arcra szavazunk, vagy pártra? Hát ez érdekes, mert nem mindegyik párt tette ki az arcokat a plakátokra. Igen, például a kutya az nem tette ki az arcát, csak a kutya arcát, amiről az a vélemény, egyébként az egyik legjobb reklámkampány, mert ő az egyedül, aki eltér a többitől. A többin ott van az a sok arc, ott van egy-egy szöveg, és amit a Gyuri mondani, külön tudománya van ennek, ugye az óriás plakátok, főként a kereskedelmi reklámban, hogy működnek, hogy beleégnek a tudatba egy-két másodperc, és majd valamikor előjönnek megint, mikor majd emlékezhetik őket. Tehát ez egy ilyen alattomos dolog, pszichológiai szempontból gondolom, de ez pszichológus kérdés. Viszont a másik két vendégünk, ők már csináltak végig kampányt. Mi az, ami hatásos volt, és mi az, ami nem? Tudtok erre példát mondani? Én azt tapasztaltam a plakátnál, hogy ez inkább egy ilyen kultúra, vagy ilyen összetartozás, mert nem igazából volt hatás, hogy most, és emlékszem, hogy este még kimentünk plakátolni, 11 órakor még a kampánycsend még volt akkor, hogy előtte még fölteszünk még 10-15 plakátot, de nincs jelentősége tulajdonképpen. Én azt gondolom. Én egy kicsit a mélyebbre szeretnék a dolgokba menni. Számomra az a szörnyű, hogy ma az nyerhet választást, aki jobban tud manipulálni.
És valójában nem az a kérdés, hogy most milyen színű, meg mi van a plakáton, hanem az, hogy milyen információkat mondanak, és amit Gyuri mondott, hogyha valamit sokszor mondanak, azt képesek az emberek elhinni. Hát emlékszünk, annak idején Lendve Ildikónak is elhittük, hogy nem lesz gázáremelés, mikor szépen tagoltam, mondta. De az nem volt plakáton. De az, ez is beleívódott a fejünkbe. Most látjuk azt, hogy igazából lebutított egy kampány zajlik, valójában értékekről nem szól, programokat én sehol szinte nem hallottam, ilyen slágvortokban megemlítenek ilyen jó hangzó címeket, de már az emberek nem is foglalkoznak vele, mert elhegük van az egész politikából. Hanem igazából én azt mondom, hogy egy manipuláció de zajlik most. De az egész politika erről szólt mindig. Tehát ez a manipuláció, melyik a legjobb manipulációs plakát? Hát én úgy gondolom, hogy az emberek szeretnek biztonságba élni, tehát ezért a félelmükre kell appellálni, és lehet látni a mai kampányban, hogy ez nagyon jól látszik. Az emberek féljenek, rettegjenek, és legyen velük szemben egy ellen jelölt valaki, aki ők bennük föloldja ezt a félelmet, és aki megvédi őket tőlük. Csináljanak egy ellenjelöltet, csináljanak valamit, amitől félni kell. Persze. Egyébként akkor ez is az egyik része, de szerintem van azért pozitív üzente is a kampánynak a csapathoz való tartozás. A csapathoz való tartozás, Gyuri. Tehát, hogy mindenki azt próbálja, ugye, hogy a legnagyobb csapat akkor is az, aki nem tudja, hogy mi a fenét csináljon ebből a választással. Még mindig a legtöbb. Én a vásárhelyi kampányban benne voltam, és ez számomra, mint emóció, nagyon érdekes volt az a kampány, ami Márki-Zay Péter mellett történt, hogy ugyanazok az érzések keveredtek föl benne, bár az érzéseink megcsalnak, ami a 90-es rendszerváltás előtt volt. Tehát azt mondom, hogy egy a csapat, egy az ász, hogy ez egyetértek, mindenhova kell egy jó csapat, de hogyha az a csapatot nem az az érdek köti össze, hogy jobbá tegyünk valamit, hanem az, hogy egy csapatba tartozunk azért, hogy nyerjünk, aztán a többi már nem érdekes, csak a hatalom legyen, a hatalom koncentráció biztosítva legyen, de nincsenek közös magasztos célok, akkor az egészet, bocsánat, hogy azt mondom, megette a fene. Na most és én azt látom, hogy vásárhelyen pontosan ennek az ellenkezője történt. A csapatkérdés azért az érdekes, mert volt egy csapat. A jobb oldalon is ezek az értékek azért, amiket... Magasztosságról meg értékekről beszéltek. Én magasztosságot és értékeket nem láttam, főleg a képeken. Nagyon fogy az idő, még egy valamit szeretnék, a csapatképzés. A kormánypárt képzett egy csapatot, ahol Soros György körül ott álltak az ellenzéki pártok vezetői, és azt mondták, hogy ők akarnák lebontani a kerítést. Ráadásul ez egy montázs volt. Igen, Tamás, csak egy valamit nem szabad elfelejteni. Nemekre nem lehet jövőt építeni. Hazugságra nem lehet jövőt építeni. Tehát lehet választást nyerni hazugsággal, de győzni nem lehet. Na, akkor nézzük ezt most. Azért lehet látni, a történelem bizonyított, mutatott már erre példát, hogy amikor hazugsággal nyertek választást vezetők, és mi lett abból a rendszerből. Kiderült hazugsággal, mert amúgy hazugsággal. Hát az egész hazugság is. Én azt mondom, az egész választási rendszere hazugság szerintem. Előbb-utóbb minden kiderül, és aki tényleg nem arra használja fel a küldetését, hogy közszolgáljon, hanem arra, hogy a saját hatalmát bestabilizálja. Annak bele van az életébe, pályafutásába, munkásságába kódolva bukás. De most lehet, hogy ez egy idealisztikus. De a politika egy gyülekezetben járunk, ezért testvéremnek merem mondani. A politika arról szól, hogy közszolgálat. Jó, az Isten azért tartsa. A politika most arról szól, hogy mi. Bocsánat, elkurvítottuk ezt az egészet. Hogy az egész világot néz meg, hogy a politika... De az nem jel... Bocsánat, nem menthetjük föl magunkat. Nem menthetjük föl magunkat. De nem menthetjük föl magunkat, hogy azért, mert ilyen máshol, ezért nálunk is ilyennek kell lenni. Mert igenis vannak jó példák is. De ahhoz, hogy egyáltalán valaki a köz tudja szolgálni, ahhoz meg kéne nyerni a választásokat, a választók többségét. És most nézzük, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, nézzük most második témánkat. Idén új választási szakkifejezést tanultunk. A taktikai szavazás a kormányváltást óhajtók receptje. Azt jelenti, hogy a listán szavazzon rá kedvenc pártjára. Majd immár megnyugodva az egyéni jelöltek között keresse ki a legesélyesebbet és neve mellé tegye az X-et. Függetlenül attól, hogy a Jobbik, az MSZP vagy az LMP jelöltje esetleg független. Kérdés, ki a legesélyesebb? Hódmezővásárhelyen nem volt kétséges, ott csak kettőből kellett választani.
Ebben az ügyben sokan igyekeznek eligazítani bennünket. A Közös Ország Mozgalom drága pénzért készítetett közvéleménykutatásokat, de a Jobbik közeli iránytű intézet, vagy a vásárhelyi győző Márki-Zay Péter is megtette a maga ajánlatát. Kérdés, hogy ezek az internetes oldalak hány emberhez jutnak el, és hisznek-e benne a választók? És hogy mennyire pontosak az előrejelzések, amikor 600 ezer ember nem mondja meg, kire fog szavazni. Németh György karikaturista is rajzolt nekünk egy rajzot, karikatúrát, hogy ő hogy képzeli a szavazást, ezt majd mindjárt meg is mutatjuk, megkérem vendégeinket, hogy kommentálják ezt a rajzot. János? Én amikor néztem, mondom, Gyurinak egy igen nincs rajta, mind-mind nem, protex szavazatokat, és mondja, Gyuri, az átlag ember. Ez egy vélemény. Ez a vélemény, és vélemény. Egy vélemény. Robi, igen. És az enyém. Hát körülbelül én is ezt látom, de az én véleményem is hasonló. Tehát ne várjuk el azt, hogy a választópolgárok mélyére hatolnak a dolgoknak, megvizsgálják, érzelmi szavazást fognak hozni, valami mellett vagy valami ellen, és hát a politika pedig pontosan kijátsz ezt a kártyáját. Tehát lehet látni, hogy az érzelmekre hat, racionális észérvek nem számítanak. De már régóta alapú a választás, érzelmi alapú. De ez nem lenne probléma, tudod? Nem lenne probléma. De az észt ne zárjuk ki. Én kizárom időnként, ott ül mellettem egy 8 diplomás, 7 nyelven beszélő, meg már 9 diplomás, 8 nyelven, és homlok egyenesen, más mondanak ugyanarról. Ne számoljunk arra, hogy ész, és egyébként a kedvenség, meg annyit a párt kedvenség, nekem a macska, meg a kutya, azon lehet, hogy kedvencem. De nekem a pártoknál, meg a politikán nem kedvencekre kell szavazni. Illene, vagy jó lenne, vagy vágyna az ember, hogy arra, hogy lásson valamit, és abból tudjon választani. Vannak racionális választók, de az érzelmi választók fogják eldönteni. De vannak racionális választók is, azt sem szabad lebecsülni, és vannak igen, is ilyenek, amikor összehasonlítják, hogy mit tett az Orbán kormány, mit tett a Gyurcsány kormány, és ez ugye az Orbán kormány javára van. Tehát kering ilyen a neten, biztos talán. De nem úgy, mit tett az Orbán kormány? Értem, mit tett a Gyurcsány kormány? Értem, és akkor az ember azért... Nem csak értem, hanem úgy a mondjuk akinek érték az, nagyon sokan a saját magukon szűrik le, hogy megemelt a nyugdíjamat, vagy mit tudom én, elvette a nem tudom. Hát igen, ez a nyugdíjemelés, meg a 13., 14., 15. Visszatérhetünk az első blokkra, amit mondtam, hogy az győz, aki jobban tud manipulálni. Jó, na most, de én azért arra leszem... Van is egy ilyen, hogy manipulálnunk kell, nehogy áldozatával esünk mások manipulációnak. És visszamanipulálnak. És azt hiszik, hogy ezt nem látja az ember, tökéletesen látja. Abban talán azért egyetértettünk, hogy ez, hogy ki a legesélyesebb jelölt, ezt meg akarják becsülni. Ez egy ilyen racionális meggyőzési eszköz, mert ez mégiscsak ez kutatásokon alapul. Szerintetek mennyire jut el az emberekhez, vagy mennyire hisznek ezeknek az oldalaknak, előrejelzéseknek? Hát... Szerintem nem nagyon. De magával a módszerrel is, ugye a kutatásra is, ugye mindenki azt mondja, hogy jó a kutatás, de választás kell nem nyerni, nem kutatás. Tehát, igen. Hogyha az egészet így nézzük, akkor egy előre nekem Churchill volt a kedvencem, azt mondta, hogy annak a statisztikának, hiszen ki saját maga hamisít. Tehát ez nagyon érdekes, hogy tényleg eljutottunk 28 évvel a rendszerváltás után odáig, hogy most már minden pártnak saját kutatóintézete van, és ő magukat hozzá ki. Ti megnéztétek ezeket a kutatásokat, hogy ki a legesélyesebb? Átfutottam. Aztán borzantam. Rengeteg dolgom van, nem foglalkozom. Én sem mondtam, néztem, meg hallottam róla, de négy-öt féle ilyen. Annyira sok. Nem fogják tudni megmondani az emberek se azt, hogy melyik mit mondott, vagy kit tudnak idézni. Most vagyok, elnézést, egy nagyon röviden, egy olyan reklám felmérésben, ahol képeket vetítenek elém, és akkor állandóan kell mondanom, hogy pozitív, negatív, illetve hogy mit mond. Ki van takarva mindig azt, hogy kiről szól Coca-Cola-ra, az könnyű felismerni. És 10-ből 8 előfordul, igen, láttam, ez a kérdés, láttam, mit reklámoz, azt nem tudom. Igen. Szóval erre alapozni lehet egy választás, hogy nyomjuk. Volt egy olyan kérdésed, egy fél kérdésed, bocsánat még, hogy melyik a legerősebb plakát. Én számomra, mint plakátról beszélek, mint kommunikációra, Jobbiknak a ti loptok, a leghatásosabb, legkeményebb. Ami már nincs kint, ami a fejekkel volt. De a fejekben benne igen, van. Igen, ez igen, szerintem igen, benne maradt. Igen, igen. Mondjatok és másik plakátot. És az pont annyi információt tartalmazott, mint hogy amennyit be tud fogadni. Amennyit akartak. A kormánypártok egyszerűbb helyzetben vannak, mert ott egy jelölt van, nem?
Egyelőre persze, de nem is mond semmi. Kormánypárti szavazók is egyszerűen. Nem mondja azt, mert tehát van egy üzenet, egy világos üzenete, ugye, hogy megvédi. Úgyhogy Orbán Viktor. Ez egy erős üzenet, a megvédeni az embereket. Erős üzenet, és az ő kormányzása van 8 év, az azért sikeres Magyarország volt, akárhogy is nézzük. Lehet, neked az volt, akárhogyan is nézzük. Az nekem személy szerint... Úgy nézzük, igen. Személy szerint nekem nem. Tehát én a Fidesz kormányon nagyon, a Fidesz kormányon kerülésen nagyon sokat buktam, viszont azok az értékek... Mint üzletember. Mint üzletember, igen, de azok az olyan törvényeket hoztak, ami... A szívás oldalán voltunk, sokat buktunk, igen, de ha nemzetbe gondolkodunk... De akkor te nem a személy, akkor te nem a személyes... Nekem azok az értékes választó, tudatos választó, azok az értékek, amiket ugye az Orbán Viktor és a Fidesz képvisel, a nemzetben gondolkodás, az a fajta biztonság, az a fajta törődés, én azt mondom, hogy ezek mind olyan értékek, amiért lehet rászavazni. Igen, de másról nem is nagyon beszél az Orbán, csak hogy majd megvéd bennünket a rossztól. Hát... Elég, tehát arról, talán hosszú távon. Főleg, hogyha nincs rossz, akkor nem elég. Tehát az a legnagyobb probléma, és a gyökerét kéne megnézni ezeknek a dolgoknak, hogy a magyar társadalom egy paternalista társadalom. Ugyanígy csápolt Kádár Jánosnak, ugyanígy csápolt Horn Gyulának, most ugyanígy csápol Orbán Viktornak. Kell egy karizmatikus, egy markány személyiség, jobb oldalon Orbán Viktor ezt megteremtette. Nézd az egész társadalmat, Robi, azért, hogy a magyar társadalom hát a magyar társadalommal nincs problémám, a hazugsága meg a manipulációval van bajom. Tehát egy tudatos fölépítése zajlik ennek, de meg lehet látni, hogy mi lett a kádárizmusból, Kádár után, mi lett Horn Gyulából, vagy a szocialistákból Horn Gyula után, és mi lesz Orbán Viktor után a Fideszből. Hát a egy autoriter, egy autokrata rendszer, előbb rendszer számomra nem kérdés, hogy meg fog bukni, csak milyen áldozatokkal fog járni. Hosszú távon mindannyian meghalunk, Robi, tehát ezt... Hát én most a meghalás meg a megbukás az erős kérdés, kérdés hogy hogyan élünk. Szóval lehet, hogy a választás arról szól, hogy ki, mikor 13. nyugdíj, melyik és... hanem arról szól, hogy azért van itt a társadalom, ami emberekből áll. Jánoskám, te is gyülekezeti tag vagy. Te azt erkölcsileg... megengedhetőnek tartott keresztény emberként, hogy a választások előtt 10 000 forintot odaadjunk azért a Marisnének meg a Jóska bácsának, hogy rám szavazzon. Nem azért adták. Ja, hát ugye, akkor miért nem adott minden évbe? Az elmúlt jó, miért nem adott most jött el az ideje. Most jött el a választás. Ne tessé, már legalább engem letessé. Én ebben semmi kivetni valót nem találok. Hát én sem tartok, tehát én annak örök, adjanak neki. Minden hónap mekkora hatása lehet ennek a 10 000 forintnak? Semmi, szerintem nincs akkora hatása, mint amit a Robi mondom. Tamás, nem a hatása van probléma, az elvekkel van probléma. Tehát amikor kiskorúsítva van a társadalom, az a súlyos probléma. Amikor bolondnak és hülyének néznek bennünket, bekapjátok a cumit, szavazzatok így vagy úgy, majd én megvédelek benneteket, Robi, csinálok például, egy ellenség. Egyszerű szoci szavazók is azt mondja bennünket, nem lehet megvásárolni 10 000 fint, és elteszik a pénzt, és nem oda szavaznak. Tehát ezt én azt mondom, hát hogy jó, hogy nem úgy működik, hogy akkor a fideszeseknek adok. De akkor miért mondod azt, hogy akkor ez erkölcsös dolog? Jó, akkor térjünk vissza a kiindulópontunkhoz. De erkölcstelen az egész. A kormány oldalon nincs probléma a taktikai szavazással, ott nem kell. De honnan fogják tudni azok, akik kormányváltást akarnak? Honnan fogják tudni, ki az esélyes jelölt, vagy hogy kell szavazni? Én továbbra is azt hiszem, hogy azért nem olyan vészes a helyzet, mert az emberek itt élnek, látják, és mondjuk ez az imprinting, amit belenyomtak a fejünkbe a Sorossal, meg a migráns világgal, az... Van most kezdik úgy már hátrahagyni, és akkor valamelyest... Mindig egy új jelenségkép. Igen, tehát, de egyik már kikopik, akkor kell egy másik. De most ilyen eszembe nem jutott volna. Már latolgattam, hogy ki lesz a következő Soros, de arra, hogy az ENSZ legyen, hát ez eszembe nem jutott volna. Tehát elképesztő kreatív a kormány. Elég kreatív a kormány. Lehetőleg minél nagyobb legyen, lehetőleg senki ne ismerje őket, ne tudjon róluk, és akkor azzal lehet riogatni az embereket. Megáll az eszem. Elképesztő. Szerintem ezt kibeszéltük, és akkor most beszéljük meg a mai harmadik témánk. Jöjjön a harmadik menet. Mi lesz április 8-a után? Ha a Fidesz biztos többséget szerez, akkor minden marad a régiben. De ha 100-nál kevesebb szék jut neki a patkóban, akkor talál-e magának koalíciós partnert? Lesz-e, aki kisegíti? Esetleg akad-e pár képviselő, akit meg lehet vásárolni egy miniszterelnök választásra? Ha Orbán nem tud kormányt alakítani, akkor kinek dobja a labdát Áder János? A Gránit Szilárdságú erről csak annyit mond, hogy ha a miniszterelnöknek javasolt szemét az országgyűlés nem választotta meg, a köztársasági elnök új javaslatát 15 napon belül teszi meg. Lesz-e olyan ember, akit az összes Fideszen kívüli párt támogat? És mit tehet majd egy ilyen különböző nézetű pártokból álló koalíció, egy szakértői kormány?
különösen, hogy a legfontosabb ügyek, a választójogi törvény, az alkotmány vagy az ügyészség kétharmadosak. Pártjaink nem maradnak feladat nélkül az új parlamentben sem. Nos, a pillanatnyi kutatások szerint legvalószínűbb, hogy a Fidesz fog nyerni, vagy lesz kétharmada, vagy sem. Orbán azt mondta március 15-én, hogy hát majd a megregulázzák, aki ellenük van, aztán utána a rádióban még megtromfolta, hogy 2000 ilyen nemzetellenes emberről van listájuk, meg mit tudom én, micsoda, mi fog történni a választások után? Lesz tényleg bosszúállás, hogy a Fidesz? Én mondtam múltkor is, hogy ez nem olyan bosszúállás, azt mondta a miniszterelnök, hogy elégtételt vesznek. Az is egy elégtétel, hogy azt mondja, hogy na lám-lám, gyerekek, ugye, hogy a többség ránk szavazott is. Ez egy, de ez jogi elégtétel? Mert azt is mondta, hogy jogi elégtétel, az pedig az, hogy aki mondjuk nagyon mozogatta a családját. Szerinted Orbán Viktor vérmérsékletével ez az elégtételre gondolt? Ne, hát azt a jogi elégtétel, aki ugye belegázolt a becsületébe, vagy olyan valótlan állított, azon meg jogi elégtételt vehet. Hát nem gondoljátok ti sem, hogy Európa bármely Gyuri már ilyet mutatott, de nincs. Hát ugyanakkor Baron látta Hát Erdogán a kedvencünk, meg Putyin, akkor bármi elképzelhető. Most jöttünk abba a színbe, hogy ti is ugyanolyan ellenségképet vetítetek, mint amit az előbb mondtatok. Ne hallgassuk végig, igen. Hát ugye, most nézd meg, hogy mikkel például osztak a Erdogánnal, Putyinnal. De ez igaz, nem igaz? Mint a Sorosa. De nem igaz? És a Soros sem igaz? Hát most én azért kérdezek vissza, hogy most ti olyan... Igaz? De most olyat mondtatok, mi hogy... Mi nem igaz a Sorosból, vagy mi igaz? Hát az biztos, hogy Soros a... Orbán Viktort kitanítani. Az biztos. Meg a tevékenységével azért ő határidős ügyletekkel játszik, kormányok, országok ellen játszik, valuták ellen játszik. Na de azt mondom, de hogyha ő ilyenekkel játszik, akkor beavatkozik. Ugye szokták mondani a politikai sűrített gazdaság. Tehát akkor érdeke, hogy valahol bukjanak a kormányok, van, ahol... valamelyik kormány hatalomra kerüljen. Ugyanígy működik a világban, és ugye kötetek szólnak erről, és könyvtárnyi irodalom, hogy manipulálják a választásokat. Tehát én azt mondom, és ezt csak azért mondtam, mert ti most ugyanolyat mondtatok, hogy lám-lám ott, nem és Erdogan és a Putyin a minta. Ugyanakkor azt mondják, ugyanakkor azt mondja a mostani ellenzék, hogy ha ők győznek, akkor a Fidesz emberei közül jó néhányan börtönbe fognak menni. Na, így van. Ez nem ugyanannak a pandantja? Engem azért zavar, hogy engem, mint magyar állampolgár, lehetek ilyen zöld-kék, piros, amilyen akarok lenni, és megfenyegessenek. Egyszerűen nem esik jól nekem. De úgyis mondanám, kik... ezzel, én szerintem. Akkor mondjam azt, hogy én úgy érzem, megfenyegettek. Igen. Én is egyébként. És amikor utána megírják, hogy valami izraeli magántitkosszolgálat gyűjtötte az információkat, ezt tulajdonképpen el is ismerte a magyar nemzetbiztonsági hivatal. Egy dolgot tudok elmondani, hogy kézzelfogható tanúk vannak rá, 2 évvel ezelőtt Csampa Zsolt belügyi államtitkár odajött az irodámba, és azt mondta, Robi, ha nem nyilatkozol, támogatunk. És kérdeztem, hogy mi ennek az ára, hát ne nyilatkozz. Mondtam, az igazságot nem tudom nem elmondani. Akkor ennyi volt, és akkor mondtam, hogy akkor vigye a 30 ezüstjét, ahova akarja. Tehát mindenképpen van. Tehát a kis települések, amikor egy polgármestereket megfenyegetnek, vagy félelemben tartanak egy település vezetőjét, akire rá van bízva 1000, 2000, 5000, 10000, 100000 ember, azért, hogyha csöndbe vagy, és meg van válaszol, ha csöndbe vagy, akkor támogatunk, ha nem vagy csöndbe, akkor, akkor megláthatod annak a következményét, hát ez is egy retorzió. Kübekházán mi ezt átéljük, a falut büntetik azért, mert mit tudom, nem is lesz polgármester 2 év múlva már. Nem, hogy nem, ahol ilyen kiváló polgármester, azt nem mondom. Na és mi lesz? Most egy kicsit arrozott. Tegnap előtt volt a példa, azt mondták, hogy pontosan Putyin alapján, hogy nincs szükség itt választásra, mi majd kinevezzük oda. Na de most még lesz választás. Most még lesz. Mi lesz, hogyha mondjuk Orbán kisebbségbe szorul? Lesz, aki koalíciót köt vele? Ó, bármikor. Az ember mindenütt van. Pénz az pénz. Én ezt az esetőséget nem gondolkodtam, de biztos, hogy ez nem valós. Számomra nem kérdés a rendszer bukása, de nem valószínű, hogy április 8-án fog megtörténni. De nem akarom, hogy rám hallgassanak a választók. Jó, tehát lesz olyan párt, aki koalícióra lép a Fidesz-szel. Én nem tudom. Én láttam már példát erre 1994-ben is, és utána a Torgyán féle, és 3-4-5 nappal még
kizár dolog, két választ egy az SZDSZ-t, a Facebookra a diktátorok kézikönyve, múltkor már idéztem, hogy Indiában 47-ben volt olyan, hogy antikommunista párt, még egy antikommunista párt és egy kommunista párt összefogtak, mert annyira kellett a hatalom nekik. Tehát én most ezt látom a ellenzékben, hogy nagyon kellene nekik a hatalom. És ezt látnád, hogyha kisebbségbe szorulnának. Van egy határozott terv, hogy lesz egy szakértői kormány, mondjuk egy éves mandátummal, és addig próbálnak valahogy rendet csinálni, tehát egy ilyen sokszínű koalíció, Jobbik és a baloldal, és akkor utána új választások. Ilyen már volt, a portugál példa bebizonyította, hogy így sikerül. Ezt nem tudom, csak azt tudom, hogy a mai társadalomban égető kérdések vannak, amelyre ez idáig, az elmúlt 28 évben egy párt se tudott gyógyírt adni. Tehát nem hiszek abba, hogy van fideszes egészségügy, meg szocialista gazdaságpolitika, hanem vannak közös problémák ebbe az országba, amelyhez közös összefogások szükségeltetnének, és addig még a hatalom csak azért kell, és a választónak a kegyeit azért keresjük, hogy majd nyerjünk, és akkor majd a hatalomunkkal garázdálkodunk, de nem tesszük rendbe az országot, az egészből semmi nem lesz. Köpködni lehet jobbról balra, balról jobbra, bár nem tudom, hogy van-e jobb oldal, meg van-e bal oldal, mert szerintem katyvasz az egész. De hogyha mi nem fogunk össze, közös összefogás, akárki nyeri a választást, akkor ebből az országban nem lesz semmi. És ez nagyon fontos, ez az Orbán Viktor felelőssége, meg az ellenzék felelőssége. Ugyanezt gondoltam én is, csak pont a másik oldalról, hogy akárhogy alakul a dolog, tehát mindenképpen egy szélesebb társadalmi összefogás kell ezekben. Az a baj, hogy erre az elmúlt 8 évben nem volt hajlandó a kormányzat. Lehet. Civilekkel nem foglalkozott, ellenség volt, meg lehet csinálni, és meg is fogja csinálni az Orbán kormány, hogyha hatalomra fog kerülni, szóval rejjén nyugodtan. Hatalmon van. Erősebben nem csinálhat semmit. János, te hogy látod belül, ha a Fidesznek nem lesz többsége? Akkor többsége lesz, de én azt mondom, a hosszú távon pont azért, hogy azt, amit a Robi vizionál, hogy el fogja bukni. Tehát elő kell annak a bölcsességnek jönni a Fidesz kormányzásból is a következő 4 évben, amikor azt mondja, hogy összefog, tehát szélesebbre tárja. De miért nem jött elő ez 8 évig? Hát azért, mert gondoljatok bele, azért előtte még 2002 és 2006 között azért verték a Fidesz rendesen a betonba, meg a baloldalé volt, meg a liberálisoké volt a sajtó. Ezt a belátás bölcsességét nem látom a Fideszben. Orbán meg fog jönni. Ha nem lesz többsége a Fidesz... Pont azért logikailag, Tamás, azért, hogy hosszú távon győzön, azért engedményeket kell adni abban, hogy egy kicsit... A múlkor úgy mondtam, hogy... Hát ez nem hívkizományok az állampolgár. A múlkor azt mondom, hogy el kellett kicsit jobbra hajlítani, hogy kiegyenesedjen a vesző. El kell kicsit jobban hajlítani, most visszább lehet egy kicsit engedni, hogyha így mondom. Azt akartam kérdezni, ha a Fidesz nem győz egyedül a választásokon, akkor ott lehet-e a pártban valamiféle mozgolódás, szakadás? Hát az mind változó, tehát élő organizmus a párt is. Nagyon sok fideszes barátom van, akik... Itt vagyok én is. Igen, rajtad kívül is, akik még kritikusak is, tehát akik ugye abban a frakcióban és abban a csoportosulásban vannak, de nem veszik ezt annyira jó néven, ami ott zajlik. Tehát vannak azért tisztességes fideszesek is. Tehát az általad kívántosnak tartott összefogásban benne lenne a Fidesz egy része is. Ez az ország közös. Ez az ország közös. Bocsánat, én nem Orbán Viktor ellen, és nem a Fidesz ellen vagyok, hanem a butaság, a hülyeség, az aljasság, a hatalommal való visszaélés, a hivatali visszaélés, a korrupció ellen, és akárki csinálja azt, az ellen nekem föl kell a szavamat emelnem. De ugyanakkor látjuk, hogy probléma van az országban, mindenkinek partnere leszek, aki ebben az ügyben, hogy rendbe rakjuk az országot, partnerek és akarnak tenni érte. Nem a saját pecsenyéjüket sütögetni, hanem az ország javát. Nagyon fogy az időnk, tippeljetek valamit a választásokra, milyen eredmény születik. Nem kell az egészet megtippelni, csak de jó. Fidesz győzelem, vagy kétharmados, vagy minimális többséggel. Egyébként meg mindjárt Isten kezébe vagyunk, ugye? És Szegeden? Szegeden az egy kétesélyes. De egy az biztos, de... Mindenünk kétesélyes, legalább. Igen. Én azt mondom, hogy kétesélyes, így van. Nem tudok. A szegedi boszorkányokat kérdezzétek meg, ezt már mondtam többször is. Azt kellett volna hívni. Nem, de ez az kellett hívni. Legközelebb ajánljuk a szerkesztőt. Részvétel mekkora lesz?
Szerintem magas lesz. Igen. Szerintem magas lesz. Bízom is benne, meg azt hiszem, hogy most eléggé hegyezték, hogy magas legyen, de én ez alapján nem fej alapján mondtam, hogy a Fidesz fog győzni. Tehát a Fidesz jött ki. Hát, hát elég cínikus. Jó, hát a választásokon nem pénzfeldobással fog eldőlni a kérdés. Vagy nem lesz, nem lehet olyan a rendszer, mint ami eddig volt ezután a választás után. Akárhogy is alakul. Többiek is boldogok. Fiatal vagyok. Köszönjük szépen, hogy a vendégeink voltatok, és akkor meglátjuk vasárnap este, hogy jól beszéltünk, vagy nem jól beszéltünk. Kedves nézőink, Önök a Szabad Szájt, a Szeged Televízió véleményműsorát látták. Jövő pénteken újra jövünk, három új vendéggel, három új témával. Viszontlátásra.